Jelenleg 200 ezer hektár zártkerti terület van Magyarországon. Ez azonban összesen 1.150.000 helyrajzi számot jelent, amely több millió tulajdonoshoz tartozik. Ezek nagy része települések melletti elhagyatott, gondozatlan terület. Most egy 2 milliárd forintos programot ír ki a Földművelésügyi Minisztérium a szőlő, gyümölcs és borkultúra fejlesztésére ezeken a hobbikerteken. Egyrészt ez a tulajdonosi szétaprózottság, másrészt a 80-as években levő életmódváltás az oda vezetett, hogy a 200 ezer hektár zárt kert jelentős része van, ahol vannak megyék, ahol legalább a fele, az gondozatlan. Ugyanakkor azok, akik meg még kétkezi munkával művelik a parcelláikat, akár szőlőt termesztenek ott, vagy éppen gyümölcsöt, azok semmiféle támogatást ez idáig nem kaptak. 2015-től már mintaprogram működik ezekre a területekre vonatkozóan, de abban az önkormányzatok arra kaptak támogatást, hogy területeket vásároljanak, és az azok mellett lévő utakat korszerűsítsék. A mostani program azonban kifejezetten a mezőgazdasági fejlesztés segíti majd. A kormány értékesnek tartja a zárt kerti területeket, ezek a magyar táj szerves részét jelentik, így tájképi szempontból szegényebb lenne az ország, ha ez eltűnne és szántóföldi kultúra váltaná fel, tette hozzá V. Németh Zsolt. A hobbi kerteken termő gyümölcsök a biológiai sokféleséget biztosítják az agráriumban. Számos olyan gyümölcs kerülhetne ki a fogyasztásból ezek megszűnésével, amely a vidék értékét jelenti. A tervek szerint az önkormányzatok maximálisan 10 millió forintot igényelhetnek majd. Például az utak helyreállítását lehet a támogatásból elvégezni, vagy ha villany áramra van szüksége, vagy éppen vízvételi hely kialakításának, vagy vadvédelmi kerítés építésének. A tervünk az az, hogy még szeptemberben megjelenik a pályázat, az önkormányzatok pályázhatnak, és a legfontosabb feladatot elláthatják ebből a forrásból. 100%-os támogatású lesz maga a program. A 2 milliárd forintos keret a következő években is biztosított lesz, ennek felhasználásáról pedig a földművelésügyi miniszternek évente kell majd beszámolnia.